Na hát, csókolom, szervusztok, sziasztok, itt vagyunk, és néha játszunk, és az a helyzet, hogy éhesek vagyunk, úgyhogy gyorsan enni kellene valamit. Úgy nézem. És hát itt visszajöttünk a robotkához. Az meg van, akkor most már szomjasak. És rájöttünk, hogy banyag, itt ki lehetett jutni. Kijutottunk egy ilyen furcsa kis alagútba, és ez tök jó, és arra fogunk mászkálni. Illetve találtunk ugye ezeket a fogakat, ezeket a milk morálszokat, és ezek viszont meg fejlesztésre jók nekünk. Mint kiderült, lehet fejleszteni mindenféle dolgot, viszont találjuk meg ki az ajtót. Szóval van nekünk, van nekünk, van nekünk, van nekünk. Mi van nekünk? Kettes szintű fejszín, kettes szintű ütögetőnk. És nagyjából most valami víz kellene. Hogy ne halljunk szomjan. És azt kellene most megcsinálni, hogy vissza kéne menni több helyre is, ahol már jártunk. És megpróbálni begyűjtögetni azokat az elemeket, igen, amelyeket korábban már megtaláltunk, láttunk, hogy vannak, és mégis valahogy össze kell ugye törnünk, meg kell szereznünk, tehát ezeket a kis milk bizéket annak érdekében például, hogy tudjunk jól fejlődni. Szerintem ez így teljesen egy ilyen jó ötlet lenne, hogy ezeket így megtaláljuk. És egy picit sötétedik. Úgyhogy ilyenkor nem a legbiztonságosabb kint közlekednünk. Begyűjtjük ezeket a pöttyüket. Hát ha... egy pinduriti... könnyebben életben maradunk. Igaz? Szerencsére talán nincs annyi ember, vagy nincs annyi bugár. Kicsit nyugodtabban tudunk mászkálni. Begyűjtünk ilyen szirmokat, ezek jók lesznek majd valamire.
most éppen nincs itt semmi, úgyhogy... Na, fennakadunk a fennakadunk a növényzeten. Arra? Az az mi? Hoppá! Aha! Van is mit széttörni. Ezt ide rejtette. Hát tudjátok. Kérdés az az, vajon a tó körül volt-e, vagy van-e még? Aphids, nature's lollipops. Azért csak óvatosan az ott pók, az ott egy pók. Láttam ám. Az is az. Elment. Visszajön. Hoppá. Mennyire? Tudjuk szerintetek itt a vízből. Big spider, be careful! Aha. Nem, mert ő nem fog követni minket a víz alá.
nem fog követni, az fix. És nekem úgy rémlik, hogy a túloldat is voltak egyébként, mikor... amikor arrafele jártunk. Ez hó vezet. Várja, valaki. Menjünk föl. Veszélyes az éjszaka. És miért nem tudom elérni? Várja. Hoppá, majdnem meg volt. Próbáljuk meg külső nézetbe. Esély sincs arra, hogy elérjük. I got the science. Építeni kéne valamit, mi? Ráállhatunk. Na de hát egy ilyet hogy hozzak idebe?
azt hiszem, hogy ott fönt vannak ilyen pókos dolgok. Na nem baj. Akkor... akkor most... nem arra vetjük magunkat. Mi van a sarokba? Ez is üthető. Meg a milk. Mondtam, hogy volt egy csomó helyen. Errefelé ilyesmi. Nagyon jók vagyunk, nagyon jók. Itt próbáljuk átvészelni az éjszakát, kevésbé veszélyes terület. Van valami. Egy chip, és itt lesz a kettes chip. Azt hiszem szükség lesz, hogy már a víz alá is lemerüljünk. Ezek milyen hangok? Tipálna. Alszik.
Jinna, merre. Úgyis ez a rész lesz majd szerintem, amit hamarosan felfedezni próbálunk. Hop. Csak a vízbe. Nekünk támadt egy pók. Egy ronda pók. Ott van. Szerintem egy farkaspók volt. Aha, kezdünk szomjasak lenni. Utas! Be a vízbe! Wow, nem értük el a vizet! Ajja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 j
Aha. A tölgynél volt az utolsó hely, ahol mi az újraéledést. Ez nagyon messze van. Csak nem sikerült túlélnünk az éjszakát.
Az csak a lukájön, csak ott. Az meg csak ott. Aha. Látom, látom, sokan vagytok és veszélyesek. Things are still here. Ott egy szúnyog. Aphids, nature's lollipops. Spók. Én még nem akarok vele összetűzni. Szerintem most azt a menetet csináljuk, hogy menjünk vissza a táborba. Azért, hogy már megsítjük, és akkor az Haminak jó lehet. Mindjárt otthon vagyunk, otthon, édes otthon. Ott a házikó. Ezt rakjuk felsülni, jó? Már is el tudunk osztani. Max Arrow. Szerintem ezt növeljük, mert azért a nyilak az elég jól tudnak lenni. Healing. Plusz 30-ról plusz 50-re, 100-ról 80-ra, hogy mennyire éhezünk és mennyire szomjazunk.
ez meg a gyógyulás lehetős sebességet jelenteni? A gyógyulás sebességét? És hány aktív mutációt tudunk magunkon? Jajjaj, ne nézzük csak meg, milyen mutációk vannak most. Igen, ez a szurkálóst nyomtuk be. Egyelőre kettő van. Na figyelj, én még azt hozzám. Ezt mindenképpen nyomjuk be. Aksa. Azt nem tudom, hogy a healingre nyomjunk. Gyorsabban gyógyuljunk. Mennyire fontos a staminák. Várjál, de mondom kettő volt? Vagy ahhoz kettő kellett? Kettes szinthez már kettő. Na jó, hát mindegy, akkor így jártunk, gyerekek. Ez szerintem megsült. Just pretend it's beef jerky. Egyrészt akkor ezt ide kidobjuk. Ezt is, meg ezt is. Kis herezocsikat is. A bogarantyúkat így gyűjtjük. Sziromlevelek kifelé. Aha, ide raktunk mindenféle ilyen kemény dolgokat. Na várjál, itt mindjárt. Dobjuk rá, hogy valami kő. Kőjelet. Keressünk egy kőjelet. Kő nekünk jel. Olyan kő, hogy csak na. Fonál. Oké, a fonalat is oda rakjuk. Az kaja, a bogarantyú fej az itt van. Most látom, hogy van itt még egy kis hangyafej. Ezt nyomassa oda. Thank you.
meg átpakoljuk. Nem, ide vannak a fonalak, ide. Popfonálkák oda. Lőtjük úgy szintén. Hozzakat is kipasszoljuk. Csak hogy maradjon a hely nekünk mindenfélének. Jó. Tudom, egy fákját szeretné. Mert az előző az már eléggé mondjuk úgy, hogy eléggé elszáradgatott. Azon gondolkodom, hogy van nekünk itt azért. Nem itt, hanem itt. Ugye van egy science shopunk. Megszerezhetjük a supply-t, de arra igazán most arra annyira szükségünk nincs. Ez egy főzőcske, mőzőcske. Ezekre fussunk el. Ezek szerint, hogy ezt is jelezze nekem a közelben, mi? Nagyon hosszú ideig tartó. Jobban izgat, hogy ez a chip, hogy ez sziszi-szöszi, az meg legyen. Szerintem csak simán csinálunk egyet. Így, és a páncélokból most fölveszünk magunkra. Mert visszamegyünk. Tervek alapján vissza fogunk menni, kérem szépen. Hangya birodalomba, mert emlékeim szerint ott is volt egy ilyen Milk Morales anyám kínja. Nézzük csak meg! Thank you.
Na most így, hogy ezt is kiraktuk, akkor legalább jelzi. Talán most így, hogy elnevesszük, akkor igen. My mom always says I light up a room. Valahol itt van, ez az. Jól emlékeztünk. Nagyon jól emlékeztünk. Szuperül emlékeztünk. Emlékező tehetségünk az felér mindennel. Most már csak az a nagy... Nagy. Jó, ezeket nem piszkáljuk, igen. Na, pont most kell szomjasnak lenned. Volt valahol egy luk a földön. Volt egy luk Skywalker, keresni, azt meg akarjuk keresni. Itt. Viszont annyira nem vagyok bátor, hogy csak úgy beugorjak bárhova. Úgyhogy most ugorjunk be. Hoppá. Olyan, mint hogyha itt egyébként már jártunk volna. Nem baj, begyűjtjük ezeket, begyűjtjük és hazavisszük. Mert itt ezek a csontok nekem remélnek, hogy lehet, hogy mégiscsak voltunk itt. És semmilyen veszélyes területről nem beszélhetünk itt. Ez simán eltévedt. Visszajutottunk, most vagyunk, hogy tudjon itt. Aha. És ugyanoda. Ha. Hey, Mr. Ant! Ezek itt szundikálnak. És itt volt lent az összetörhető. Ha.
Hát jól van. Ebbe az esetben akkor innen kimehetünk. Look at that ant go. Itt szerintem már mehetünk kifelé. Már jön a természetes fény. Something to drink. Water filtration tablets needed. Hát ezt így mindjárt jobban éreztük magunkat. Mindjárt itt az éjszaka. Ezek oda, azok oda, azok ide. Jaj, persze, hát ott mutatja, hogy három kell bele, jó van. Mihez mennyi? Thank you.
szerintem bárhol tudunk egyébként craftolni. De a baj lenne. Most azért mégiscsak legyen ez a viszonyítási pontunk. Már ez teljesen készen van? Oké. Erre lennék kíváncsi. Melyik? Melyik mire jó? Egyáltalán ezzel most mit kezdjünk? Kirakunk a far, mondjuk egy ilyen. Vegyünk a hangyát, hangyafejbe van bőven. De mondjuk legyen a soldier-ös. Mondjuk, tegyük fel ide. Aha, hogy azokkal szemben ilyenkor kapunk. Pluszt. Tehát ha nekilódulunk most egy jó negyed órán keresztül, ha jól látom. Akkor ezekkel szemben lesz egy kis előnyünk orvos hangyákkal szemben. Nem, mint hogyha erre szükségünk lenne. Ahova viszont most megyünk, oda nem. Orvos hangya páncélra lesz szükségünk, hanem visszamegyünk. Visszamenni szándékozunk majd a bozótosba. Úgyhogy megyünk is vissza, csak előbb aludjunk. Nem éjszaka, nem. Éjszaka nem kockáztatunk. Nem akar az eső csöp leesni róla. Thank you.
nézzünk egy másikat. Arról találási. Hát arról le. Csak nem tudjuk hova potyan, gyere vissza. Oké. Choke it down, Pete. Együnk egy kis gombát. Attól is jól lehet azért valamennyire lakni. Might up ahead, the goblin of the backyard. You know what they say, a foolish consistency is a hobgoblin of little mites. Seem clean. Én azt nem akarom. Azt el kéne kerülni. Eléggé úgy tűnik, mint aki ott. Ne, ne! Hagyjál békén. Arra egy másik ment. Már pókok voltak, de nagyon-nagyon nagy pókok. Oh.
az se szimpatikusabb fajta. Oksa, hát akkor próbáljunk meg itt fölmászni. Nézzük, mert föl tudunk-e kapaszkodni ezen. Aha. Ez nem jó, és ott van mögötte. Ez a pont nem esek le. Pedig azt hittem, hogy sikerül. Az anyja mindené. De hát oda máshogy hogy jutunk föl? Szerintem sehogy, ha ott nem tudtuk becsúszni. Baj, onnan föntről kell majd valahogy leereszkedni. Már ha arra oda föl lehet jutni. Na jó, menjünk vissza a kis bázishoz. Kezd dél lenni, és megint ránk fog sötétedni famászás közben. És ez sose jó.
a dolog nem fog kisülni. Ha itt a sövényem sötétedik ránk. Nem ezt. Öt veszük a kezünkbe. Hatásosabb. Igen, hatásosabb volt a pókok ellen. És oda hogy jutnék föl? Tehát tök jó, hogy látom, hogy van a tetején, hogy lenássak. De gondolom szép lenni is olyan, hogy nem oda lövöm, és akkor oda húz.
szerintem ebből akkora lepottyanás lesz, gyerekek. Mint ide lacáza. Mondom. Hogy az Istenbe lehet vajon annak a tetejére rámenni? Innen kellene létrát építeni? Most tényleg azt gondolja, hogy én ide föl, ide hozzál föl olyan elemeket. Na jó van. Annyira nem leszünk vagányok. Ha. Csak egy kósza ötlet volt, amit megpróbáltunk még egyszer, de most már tényleg elvettük. Próbálkozunk később. Nem felejtjük. Van-e bármi értelme, hogy oda bemenjünk olyan már? Voltunk ott benn. Ilyen tekintetben szerintem semmi, úgyhogy nem zavarom a pókot. Szerintem hagyjuk békében. Thank you.
Jussunk el a bázisig, mert arra fele rémlik valami. Annak a tetején, hogy pontosak legyünk. Taking a look. Ez egy nagyon durvának tűnik itt egyébként errefelé. Meg is érdemes szerintem egy kézimentést. My mom always says I light up a room. Hangyák. Hangyák tömkelege. Uff. Azt nézzétek meg. Ezek poloska. Szanya, meg kell idézni. Broodmother. Aha, itt egy boss kell megidézni. Ez bizony egy boss lesz majd itt valamikor. De ettől még talán arra vagyunk. Hújj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 
Ez viszont azt jelenti, hogy egyébként majd vissza kell megjönnünk ide a sövényhez. És... hopp! Ma nem lapotjantunk. Thank you.
felszük magunkhoz, hogy jól esően ott legyen. Ott is van egy olyan pörgőforgó. Az az igazság egyébként, hogy ezek marha jó. Csak szerintem marhára erősek az ellenfelek, tehát hogy itt nem... Itt nem az van, hogy akkor megyek aztán egy kicsit, akkor elbánok néhány pókkal. Persze rúta. Azt nekem csak jó, ha te ott be vagy szorulva. Azt szeretjük. Csak nem gondolod, hogy megy közel fogok menni hozzá mi. Ne is elmondasz róla. Látod, és már is ránk sötétedett itt. Pont amikor elérkeztünk. De nem itt volt egy házam? Az remlik, hogy ott volt. Mert is lenne itt nekünk olyanok, igaz? Valahol volt azért... Valahol volt egy raktár. Na ne! Arra nem volt szó, hogy... Szerintem arra nem volt szó, hogy... Mire élednek itt a dolgok? Spiderling, keep your eyes open!
De miért? Ezt utálom, amikor valamit megtisztítasz, kipucolsz. És akkor utána újra. Ha visszamész, akkor újra ott vannak. De főleg úgy, hogy nem nyerek semmit, tehát nem jár értük XP, nem jár értük semmit, tehát nem esik jól újra grindolni mindent. Hogy ez a... Oké. Miért? Miért is? Azért mondom, nem szeretjük azért. Choke it down, Pete. Na gyere! He! Lenyomtuk ezt a kettőt. Kijöttek a picik. Ez így nem okés. Szerintem ez már felejtős.
tudni fér hozzánk. Hol vagy? Hoppá. Ne pazaroljunk. Oh, hogy ez a... Valahol meg fog szállni. Azt mondjuk, hogy nyomtuk. Ez elment. Erősen fogyóban a nyilunk, úgyhogy nem kéne annyit pazarolni. Ahogy ez a... Gyere vissza! Tudd már ide a nagy potrohos. Akkor is kihasználom a lehetőséget, hogy itt beszorult. Azaz. Mindjárt. Egy találat kellene vele. Egyetlen egy. Ahogy ez a... Nem állná meg nyugton? Marad.
worse than my mom's Brussels sprouts. Vannak helyzetek, amiket szerintem ki lehet használni. Ez nem sokat nyomott rajtunk, most nézem. Mármint, hogy kölyögileg. Meg kell találnunk, hogy hol lehet följutni a tetejére. Emlékeim szerint ott volt egy... Itt jöttünk vissza. Nem mondod, hogy még egy nagy. Arra nem volt szó, hogy ennyi nagy van itt. Akkor csak egyetlen egy nagy volt. Nagy, hát az is junior. Panyek. Nem volt két junior, az fix. Panyek, panyek, panyek. Where there's spiderling, there's spiderlings.
szerintem egyébként annyi, hogy amelyiket lenyomtuk, ahelyett újra teremtett itt egyet. Itt valamit érzékel a közelben, de ha tudnám, hogy mit, ha megveszekedek, akkor se fogok rájönni szerintem. Hoppá! Szerintem jelen pillanatban örülünk, hogy egybe leértünk, és próbáljunk meg biztonságos helyre kerülni. Amennyire csak lehet. Az nagyon mozog valami. Nem jó. Nem jó. Bár most van, én ezekről szívesen elmondom. Az nem jó. Help! I'm stuck! Ha
Ott látok egy kijáratot. Ezt akartuk megtalálni. Menjünk haza, és szerintem a fogvadászat mára ez így be is fejeződött. Nem tudom, mi volt ez, de... Wow. Valami... bogár támad ránk. Vissza kéne menni... békés kis házikomba. Többit majd kigondoljuk, hogy hol, mikor, mi legyen. Don't even need to boil it. Már legalább kezdünk látni. Jön fel a nap, vége az éjszakának. Hol vagy? Elkobászoltunk a szállástól.
Egy kis gomba. Már hazamegyünk gomba pörköltöt csinálni. Vagy csak úgy magába. Better than starving, I think. Hol van? Kicsit rendezzük a sorainkat. Taking a look. Gyors elrendezés. Oké. Akkor bogártestből legalább, vagy póktest, az legalább jutott nekünk. Legalább ennyi hasznunk volt ennek a kalandnak. Így. Nem. Nem. Ezt akarom. Csak találtunk ott még egyet. Szerintem azért ezt a staminát is meghagyjuk egyel. Így. Na hát kicsit fejleszgettük a kis csákunkat. És a következő, amiket kellene nekünk, ugye... innentől... gázmaszk. És egy spiky springet. Fejleszteni. Csak hogy legyen. Megnézzük, hogy mi kell hozzá. Az egész nagy csap, most nézem. Figyelj, ezt most meg is csináljuk. És a következő, ami kell nekünk, az a gázmaszk. Szerintem itt lesz majd.
Na. Oksa. Akkor itt most befejezzük, srácok, ennyi volt így már, a folyt köv legközelebb fejlesztettük a kis csávunkat. Én azt mondom, hogy a következő izgalmakat valahol a tó környékén kellene felfedeznünk, és a tavat kellene szóval a tavat kellene felfedezgetnünk. Kérdés az az, hogy szerintem a szükséges eszközeink egyelőre nincsenek. Lehet, hogy merüléshez szükségünk lenne majd néhány izgalmasabb dologra. Ez lehetővé tesz, hogy tovább maradjunk a víz alatt. Akár csak ez. Csak ezt mondjuk nem tudjuk, hogy honnan szerzünk. Aha, szákák, tehát hogy ezek a... Mindegy, egy ilyen levegőztetőre azért lehet, hogy szükségünk lenne majd. Na jó, akkor folyt köv legközelebb. Hamarosan ez is fent lesz a YouTube-on, nézzétek vissza a korábbi végigjátszásokat, úgy bizony. És találkozunk legközelebb. Na legyetek jók, sziasztok!